A Munkácsi Turulmadár emlékmű múlt októberi ledöntése miatt bírósághoz fordult Pák Imre, New Yorkban élő munkácsi származású üzletember, az alkotás tulajdonosa. A mecénás pár napja a Munkácsi Bírósághoz fordult tulajdonjogsértés miatt, de a kárpátaljai város vezetés ellen Budapesten is büntetőeljárást kezdeményez. Pák Imre a TV21 Ungvárnak azt mondta, amennyiben az ukrán bíróság nem vezet eredményre, úgy az Egyesült Államokban is pert indít az ügyben. Mint ismeretes, a Munkácsi várfokán álló emlékművet múlt ősszel vandál módon távolítatta el a helyi önkormányzat, annak a helyére pedig ünnepélyes keretek között az ukrán címert állítatták. Pák Imre korábban kompromisszumos megoldást ajánlott. A címert saját pénzből állítatta volna fel a vár egy másik pontján, amennyiben a turul a helyén maradhatott volna. Néhány nappal ezelőtt az ügyvédjeim beadták az iratokat a Munkácsi Városi Bírósághoz. Szerzői jog védelme, intellektuális tulajdonvédelme volt az oka. Viszont még nem kaptunk visszajelzést, hogy a bíróság elfogadta az iratokat. Úgyhogy körülbelül még 3-4 napot kell várnunk, a jövő héten fogjuk ezt megtudni, és akkor jelzem is, hogy milyen sikerrel, vagy esetleg nem sikerrel jártunk el a bíróságon. Furcsa lett volna, nem teszek semmit, és megmondom, ez csak az első lépés, ez egy folyamatnak az első lépése. Tulajdonképpen a következő lépés Budapesten fogom megtenni, mint magyar állampolgár. Jogom van nekem is ott, de ott már nem szerzői jogról lesz szó, hanem büntető eljárást, azaz feljelentést fogunk kezdeményezni, rongálás bűncselekmény elkövetése miatt. Tulajdonképpen a BTK ezt engedélyezi. A BTK alapjának idegen vagyontárgy megsemmitésével vagy megrongálásával kárt okoz, rongálást követel. És ez arra is vonatkozik, hogyha magyar állampolgár tulajdonát rongálták meg külföldön, ami tulajdonképpen történt. Ugye a külföldiek külföldön rongálták meg a turulmadarat, és ügyvédeim szerint fennáll annak a lehetősége, hogy elindítsunk egy ilyen folyamatot Budapesten. A harmadik stáció pedig, hogyha nem jutunk pozitív végeredményre, akkor valószínűleg egy New York-i eljárás elindítása lesz. Van-e arról tudomása, hogy mi van jelen pillanatban a turulmadár szoborral? Nem, nincs semmilyen információ, friss információ nincs. Annyit tudok, hogy darabokra tört, amikor levágták és ledobták az obeliszkről, és egy zárt helységben tartják